Sziasztok, ez itt a Bögre csatorna, én Balázs vagyok. Krisztusi korba lép ez az afrikai Let's Play sorozat. Ott folytatjuk a legutóbb, abba hagytuk 33. résszel. 2019. decemberre van, és arra várunk, hogy meghaljon ez a Tád Mekkai bácsi. Valószínűleg amúgy is le tudnám győzni, ja, de én jobban szeretem optimalizálni a dolgokat, és most ez azt jelenti ebben az esetben, hogy megvárjuk, amíg meghal, és onnantól kezdve megtámadjuk Tád Mekkát, és aztán pedig meg lesz az összes törzsi terület ahhoz, hogy feudalizálódjak én jól. Úgyhogy ez a terv mára, meg most elveszettem egy földet, úgyhogy meg kell néznünk. Hát elvesztettem, odaadtam azt a földet a valakinek, meghalt közben egy barátom. Szóval odaadtam Gánát, a volt gánai királynak, úgyhogy igazából ez csak egy subjugation háború lett így a nap végén. Annak számít. Imprison Galia. Ki az a Galia? Vendégem. Figyelj, itt azt mondja, hogy ad nekem pénzt, szóval... köszöntöm szépen. És akkor az öröklést kell megnézni, hogy így... hogyan változik. Úgy változik, hogy az egész Empire of Malik megkapja. Fatumata. Azt hiszem, ez nem lesz szép, akárhogy is próbálkozom. It shall be done. Kit kellett tartóztatni? Galiát. Galiát miért utálja mindenki? Az előbb is le akartatok tartóztatni. Jó, akkor tartóztassuk le, gondolom. Csökkentem a stresszt. Sajnos már nem tudok. Ugye, a kutyát meg nem tudom megsimogatni, hogy csökkentem a stresszt, mert meghalt. Technikai meg tudom simogatni a szőrét, mert ez ki van rakva a terembe. De amúgy ez így ennyi. És keresem a spiriteknek a segítségét. Ó, de sok pénzt kérnek ezek a spiritek. Hát infláció volt itt, spirituális infláció. Impotens lett. Kösz, spiritek. Oké. Okay. Hogyan? Na mindegy, nem akarok erről beszélni. Olyan szempontból egyébként ez jó, hogy már itt is van 3 lányom. Több nem hiányzik, bár fiúból még születhetne, mert születhetett volna. De oké, rendben, elfogadom. Whatever. You're not employing court physician. Ja, egy ideje már azt hiszem nincsen, mert mikor meghalt a legutóbbi, akkor nem átallottam ignorálni ezt. Free once more. Sargani, a férjem kijött a börtönből. Azt sem tudom, kinek volt a börtönében, de örülök, hogy örülsz. És akkor itt a döntés... Jó, nekint nem Advanced Research-ben vagyunk. Szóval a döntéseknél láttam még egy olyat, amit tetszett. Ez az Amnesty for False Conversions. Na, ennyit az impotenciáról, még gyorsan becsúszik egy gyerek itt. Csak ne lány legyen, könyörgöm. Amnesty for False Conversions. Úgyhogy itt mondhatom azt, hogy megbocsájtok mindenkinek, aki azt hazudta, hogy vallást vált. Amennyiben... várjatok, ez hogy van pontosan? If your faith tolerates the secret faith better than the public one. Characters that are deceitful, not reveal their secret. Oh god damn it, shut the fuck up! Elnézést. Szóval, mindenki nyugodjon meg, olvasok. Each fair independent countries within your realm that have suspected false converts may convert openly, depending on how hostile you will be to their new fate. Oké. Okay. Halima, jó, ez nem az én gyerekem. All should be free to worship the divine. Vagy crypto was, this is nonsense. Szerencsére őszinte vagyok, úgyhogy segít csökkenteni a stresszt. Nulla of my landed vessels recanted. Nulla unlanded character in my court recanted. Four of my counties contained extensive crypto-religionist communities that have made their hidden faith public. Szóval akkor ez igazából most csak a területeimet érintette. Nem derül ki, hogy mely területeket, de hát miért is derülne? Nem lehet mindent egyszerre. Ami még itt ugye para, az, hogy például ez a bácsi, ő egy Ibadi bácsi, és sokkal jobb lenne, hogyha nem Ibadi lenne, hanem olyan, mint mindenki más. Normális. Ez meg Bobó. Goddammit, Bobó. Jó, ezek nem nagyon akarok megszabadulni a régi hitüktől. Te Bori vagy, azt nagyon jól teszed. Te is Ibadi vagy. De meg se kérhettem, hogy ne legyél.
Gyorsan végigkattingatok, itt van egy old bori. 53%-ra én nem adom be, tehát hogy azok... might accept, nem is ír százalékot. Ja, olyan érdekes vallásaitok vannak nektek itt. Ez itt nem lesz jó. Nézzétek meg, senki nem akar váltani magától. Legalább a szaharai legalább rendben van. Darfur rendben van, Tibesti rendben van. Itt igazából a keleti területek, amik, vagy a nyugati területek, amik ugye annyira régen nincsenek az uralmam alatt, azok, akik még ragaszkodnak a régi hiteikhez. De ott, igazából pozitívan próbálom nézni, ott sem mindenki ragaszkodik hozzá. A bobósok azok nagyon ragaszkodnak, azoknak nagyon bejött ez a régi hitrendszer. Előbb-utóbb muszáj ezt mindenkinek áttérnie, mert először az achievement. Ez még Yabdas, hogy ne élne, és még egy lányom született. Ilyen, Mariam. Jaj, négy lányom van, és mind a négy lány. Nem, nyilván négy gyerekem van, és mind a négy lány, de a lényeg az, hogy itt az örökléssel lesznek rendkívül problémák. Mariam kapná meg Kebbit, meg mindent, ami alatta van. Melyik a Kebbi? Jó, hát nyilván a korterületemen van Kebbi. Alig kap valamit az első szülöttem, hát ne vicceljünk már. Mibe fájna? Ó, mondjuk őket elküldhetném akár seregbe. Mina, Fika már nem a mestervadászom. Oké, Fika. Akkor lesz egy új mestervadász. Egy jobb mestervadász. Lovakmestere. Vadászatmestere. Hajalmoner, most megint ki nevezgetek itt embereket. Tehát az lehetne terv, vagy az működhetne, hogy azt mondom, hogy nagyszerű, hogy ennyi lányom van, mind mehet a seregbe. És akkor remélhetőleg egy-két csata az így segít a dolgokon, mert hogy lehetnek egyébként lovagok, nők nálunk, igaz? Maybe. Várj, ott mintha láttam volna. Várj, a bodyguard. Oké, lehetnek nálunk a lovagok nők. És szerintem akkor forszolni fogom, hogy legyenek. Sőt, igazából lehet ilyet játszani, hogy nyerjen a jobbik. Mert mindéket... Egyelőre még nincsen kedvenc gyerekem. Szóval mindet majd kijelölöm, hogy lehet lovag, és akkor amelyik túlél, az fogja megkapni a birodalmat. Ez lehet egy kicsit kegyetlenebbül hangzik, mint szeretném. Pont. Nincs de. Azt hittetek, lesz itt egy de, igaz? Nincs. Nem lesz. Ez egy másik content készítő. Oké, ez egy szuper whatever. Tényleg ez a dude, ezt nem hiszem el. Most komolyan nekem kell ráerősítenem. 68 éves. 5% az esély, hogy megölöm, de a világ összes stresszét megadja hozzá. Na már is lehet plusz 4 lovagom, mert household guard meg shit. És ide fognak majd azonnal bepattanni a lányaim, amint megérik a kort, nem tudom, 16 évesen vagy hol tudnak elkezdeni lovagoskodni. Úgyhogy akkor majd csatlakoznak a seregbe. Mighty Endeavor for Niake. Legitimizing legend about Sarkin Biyu of Ghana. Miért? Ja, ez egy completed legend. Ez nem az én legendám. Nem emlékszem, hogy Gánáról csináltam volna legendát. Kipro Bori Holy Site. Yes, ez abszolút adom. 953-ig tart. Ami... Vagy 953-ban fejeződött be, tehát még elvileg 30 évig érvényes lesz. És akkor kulturálisan pedig a következő innováció az a... Nem tudom, Bannus. Most meglett a Mastering Ground. Size of Man-at-Arms Regiment plusz 2. Max Number of Man-at-Arms Regiment plusz 1. Tehát vehetek fel egy új regimentet, illetve a meglévőket. Azt tudjuk maxolni jobban. Főleg az onagereknél ez nagyon fontos. De vehetnék is fel újakat. Hát csak hogy nincsen mit, vagy kit.
száheli lovasok, ugye van összesen van 6 típusú, de abban benne van például a Light Horse, hanem ugye minden szempontból gyengébb, mint a száheli lovasság. Azt lehet, hogy felveszek még egy onagert, és akkor dupla annyi onagerrel tudok menni végül is. Ez is egy megoldás, hogyha láttam már valaha egyet. Gulnar Zaharid az előbb jött fel az esemény, hogy meg akarják ölni. Úgy látszik, hogy sikerült is. Hova lett a férjem? Te megint mi a tökömecsi? Miért ment el az udvarból a férjem? Örökölt egy címet. Ó, miért? Miért örököltél címet? Hát így igazán nem tudok sok minden hasznodat venni. Ráadásul jó mélyen, egy jó kicsi címet. Remek. Nem baj, mert most nem kell ő a domain számok fenntartásához, de azért... Azért most elesek bónuszoktól azzal, hogy ő nem tudott lenni. Neked nincsen örökösöd? Zunaga nagyon jó lesz. Többieknek szerintem van. Nem, neked sincs. Barbusa 3 aranyért csatlakozik, és akkor ő mehet is. Örökösnek, neked megvan örökösöd. Jó. 26 ezer a sereg méretem, szóval azért szép nagy. Kicsit szétnézünk itt a világban. Núbiának 7600, Egyiptomnak 2000. Ezek nem túl nagy számok. A bizánci birodalom ugye ideje már összeomlott. És egy albino dúd vezeti. Milos. Aki ráadásul polábiai, tehát egészen északról érkezett valamiért. Mi történt a bizánci birodalom, hogy egy polábiai vezeti, egy északnémet gyakorlatilag. Ez több mint izgalmas. Duchy of Thessalonica, itt még megvannak a görögök, meg itt is megvannak a görögök. Valamiért a bizánci birodalom cím jutott át hozzá, ehhez a jóskához. Prendota, Bozsidár, Hipácia, ő szerintem még görög volt. Igen, itt történt valami. Tőle kiöröklődött. Az apjához. Ah, oké. Okay. Tehát jól házasodott a Bozidár. És mikor meghalt a lánya... Viviana... Empress Viviana volt, neki volt két lánya. Nem, két húga. Rodante. És Hipácia. És... utána, amikor az egész ág kihalt, a Szelokalasz ág, az teljesen kihalt ez a család, utána jobb híján átkerült a férre, Bozsidárra, és már harmadik generációja, itt a Szorbi család vezeti a Bizáncot. Ez nagyon menő. Imádom az ilyen sztorikat. És ők így alapvetően, hogy rendben vannak ott. Most hát csak azt nézem, hogy ezek mit adnak. Hát, ez? Vagy ez? Ez, mert ez semmi negatívval nem jár. Valami ivó versenyben vettünk részt. Jó, mi van még itt? Olaszország. Olaszországban Ursula van, Unrockinger, egy frankóniai vezeti, ami szintén német. A németek nagyot mennek ebben a let's playben. Bajoroknál egy olasz-francia. Az Árpádék... Ez nem, ez Kán. Azt hiszem itt voltak az Árpádok. De most már nem ír magukat sem nagyon találom. Lehet, hogyha mélyebbre vagyunk. Moldáviában voltak királyok. De az úgy tűnik, hogy elmúlt. Moldávia Kazária része lett. Szerintem az Árpádoknak fa kereszt, hogy valahol nagyon el vannak rejtőzve. Bohémiában is németek uralkodnak. Great Moráviában szlovének. Jó, az mondjuk annyira nem meglepő. Közben a scheme az teljes lett, nagyon jó. És a tanácsban meghalt Patek. A kémmester, a mali kémmester. Az ő helyére jöhet Szekkin. Nem sokkal jobb, de legalább rosszabb. Anglia. Angliában Winkobe házból Esmund király, a csődör. Aki angol szász, jó, azt mondjuk fair enough. Majd egy Northern Isle,
franciáknak Németországon belül vannak jelentős területeik. Második Alain, francia király. Ugye azt néztük, hogy az Ibéria már nagyon visszaszorult Ibériában a kereszténység. A pápa jelenleg 8. János. És hát északon van egy erős Svédország, a többi meg ilyen picibb területek, meg egy erős Finnország. Azért ez izgalmas, azt kell, hogy mondjam. Perzsa birodalom. Mik vannak? Jó, hát visszatérek itt ide. Ó, meghalt közben a Dúd bácsi. Végre valahára. A sejk. És akkor mehetünk a 476 ellen. Holy Warford Duchy-val. Ó, várj, a Holy Warford County is elég. Komolyan? Elég? Ez egy darab hercegség. Vagyis a grófság. LOL. Akkor ez egy Holy Warford County lesz, haver. És az ibádiak becsatlakozhatnak. Spoiler, nem fognak. Itt én arra gondoltam, hogy csak a menetámzokkal megyünk fel. Tehát ez 500 ezeren elég lesz, az nem tudom, 3000-nyi menetámza mennyi van. Talán. 2000, jó. Mindegy, maradhat. Hát ezért a területet annyira igazából meg sem érte várni. Magavia get an unpressed claim on hiking of Canembornu. Shield of Elfash, Darfur. Ez ami rokon, nem? Valami rokon. Daura, mert ő is Daura. És ő neki most lett az egész császárságra egy claimje. Nem hiszem, hogy presszálni fogja, de hát jó erről tudni. Kivezeti a sereget, hát nem az, akinek kéne. Örökké valóság lesz még átérni itt a sivatagon. Létre is hozta Magaiva a frakcióját ellenem. És ezzel pedig, nem ezzel, de hogy ezen kívül befejezzük a Glory sávot, itt a Legacy képernyőn. Righteousness, General Opinion plusz 10, Max Way Schemes plusz 1. Én ezt annyira nem érzem erős befejezőnek, de oké. Okay. Behívta a kis barátját, te cuki. Szóval ezt nem érzem nagyon erős befejezőnek. Az a max, hogy lehet plusz egy szvéjelésem, az amúgy jó. Úgyhogy ezt el is kezdjük kihasználni. Szvéjeljük ezt a hölgyet. Meg szvéjeljük... téged. A szaharai királyt, aki ugye szeretne tanást akarni, de nem lehet. Mert már tyúkok ülnek rajta, vagy valami ilyesmi. Peacemaker. Plusz 10, vagyis hát 10 ponttal hamarabb köthetek békét. Ez egy abszolút stack wipe volt, plusz 50% a háború állása. Nálam meghaltak 26-an, nála 2000-en. Hát igen, ez egy ilyen biznisz. Ez van, hogyha nem hozol rendes sereget magaddal. Lázadás van itt közben Gánában. Against tyranny, természetesen. Mi más lenne? Elkezdtem az ostromot, 3 hónap maradt még hátra. És akkor most vagyok... mennyi idős vagyok? 31 éves. Az öröklés rendben van, a kincstár rendben van, a seregeim rendben vannak. Szerintem, ha valamikor, akkor most meg kell kockáztatnunk azt, hogy feudalizálódunk. Ó, meghalt Magiava, a Darfuri herceg, királynő, én pedig teherbe estem. Megint? Most egy nagyon buta asszony került a helyére. Sarunia Savata. Imbeszil, te jó ég, ő nagyon-nagyon buta. Összesen van 5 pontja. Nem, én vagyok a buta, mert igazából 8 pontja van. Összehasonlításképpen az én legkisebb lányomnak van 3, a második legkisebbnek, aki amúgy elég okos, ő nagyon okos. 9, 18, 21. És a testvéremet pedig levágták csatában. Ne, 25 srác. Ez nem én voltam, erről nem én tehetek. Ignacio volt, nem én voltam. Jó, szereztem egy új területet, hogy változik az öröklés, számít-e? Nem. Nem igazán. No longer your antiquarian. Megint új megadja.
Mert ő elment valahova, a kuzinom. Hármas az új magadjám? Are you fucking kidding me? A szó szerint soha nem fog elkészülni semmivel. Miközben már rengeteg meló lenne. 10 év? Jézusom, szerezzünk egy új megadját, mert ez így nem adja. Ha! Lol. Ó, Istenem. Oké. Okay. Honnan szerzek? Honnan lehet megadját? Egyetlen ki lehet megadja? Most ha én behívok az udvarom ilyen randókat, akkor azok közül kieshet? Úgy látom, hogy nőnek kell lennie. De hogy azon túl mik a szükségességek hozzá, azt nem tudom. Korán Samborov Guardia békét szeretne tőlem venni. Persze, abszolút, arra nem terveztem most menni semmilyen irányba, vagy semmilyen szempontból. Tamentitbe ugye szintén küldök egy zélóta emberkét. Aisita Daura, ő a kuzenom. Meg neki ilyen mindenfajta érdekes igényei lehetnek. Magyarországra, Moldáviára, meg a többire. Két fiam született. Na, ez mondjuk tényleg nagy megkönnyebbülés. Dankaran és Duru a két fiam. Az egyiket az apámról neveztem el? Igen, Duru. Mert hogy végre nem lány. Mother many child. General opinion plusz 5. Mindenki imád, mert sok gyermeket szültem. Min a fika már nem a bodyguardom. Jó, ez nagyon jó, hogy ő commander, de nekem egy megadja kéne. Most ha mondok egy olyat, hogy search for physician, abból lehet végül is olyan, aki alkalmas megadjának, nem? Láthatóan magas learning nem kell a dologhoz, szóval... Jó kérdés. Az biztos, hogy nő kell, és egyedül tekkája az, aki nő. Ezek közül, és nagyon remélem, hogy át lehet őt... Ah, yes! 18-as, na az megadja. 10 évről 3-ra rövidül le a térítés. Köszönöm. Nagyon kedves. És még egyszer átnézem a vazalusaimat, akar-e valaki conversionölni valahogy? Te például gyerek vagy. Egy gyerek is azt mondja, hogy no thank you. Ez... Milyen korban élünk? Nézzétek meg, egyik gyerek a másik után mondja nekem, hogy nem hiszem, haver, bocs, tesó, de Fortnite, vagy ami ilyesmi. Jézusom. Márpedig ezt nem kéne hagynom. Tehát, hogy az a helyzet, hogyha nem kezdünk el téríteni most, akkor sose fogunk végezni. Ez a szomorú helyzet. Ahogy jut eszembe térítésről. Ha jól emlékszem, akkor az egyik szent hely az nem hozzám, nem az én vallásomat követi. Oda kell majd, igen, Igbo, oda kell majd küldeni a következőnek a vallásos emberkét. Teje közben vadász lesz. Az jó, mert az segít majd neked a csatában is. Nem hajlandó ezt se váltani, hát ez hihetetlen. Hát jó. Na, eljött viszont az igazság pillanata. Most kivételesen menteni fogok egyet rész közben is, mert sose lehet tudni. Az van, hogy feudalizálódni fogunk. Szóval először is felmegyünk a legmagasabb autoritire. Ez sokaknak nem fog tetszeni, de alapvetően népszerű ember vagyok. Úgyhogy a bevételem 21.7, a seregem 26.000. Ezt jegyezzétek meg ezeket a számokat, mert ezek most változni fognak. Adopt feudal ways. You gain legitimized legend seat, changing the government to feudal, all tribal holding in the realm will become castle holdings, my trouble vessels will change to feudalism. Közben verekednek ezek? Kinda. Out of feudal ways, a new era, long live Kanem-Bornu. És akkor a bevételem 8.7-re esett vissza, a seregem pedig 10.000-re. Azonnal bele is halt a Kong királya, tehát azt mondta, hogy ne haragudj, de ezt így nem. Tehát, hogy ez soknek, sok az én gyenge szívemnek. 9.8, elkezdett normalizálódni itt a pénz, nagyon visszaesett elsőre.
Még mindig nagyon vissza van esve, meg a sereg is nagyon vissza van esve. Hát gyakorlatilag több mint, tehát kétharmadát elvesztettük. Felét, kétharmadát elvesztettük mind a seregnek, mint a bejövő pénznek, de ez még így is szerintem jónak számít. És... ez mi a bajod? Ja, a grandeur alatt vagyunk. Mindjárt mondom, hogy mit csináljunk ezzel. Hogy lehetünk a grandeur alatt? 8-as grandeur az ja, persze, igen. Oké, igen, valóban az az elvárás. Mert hogy eddig nem tudtam magasabb szintre kapcsolni, de most már tudok. Ez más kérdés, hogy nincsen pénzem. De papíron tudok. Stress is dad. Stress loss. Vendégek. Vendégek felvétele. Stress is. És akkor most rá kell költenem plusz 6 aranyat. Hogy a megfelelő szintre elérjünk. A core type az viszont nem tribal lesz, azt is megváltoztatom. Vagy diplomácia, vagy adminisztratív. Igazából egyik se tetszik. Mert egyik sem segít nekem abban, hogy térítsünk. De... végül is... development growth. Most mondja, devet is növelni kell, igen. Vassal tax contribution. Legyen ez. Ez a 8. szintől kezdve automatikusan 0.2-re növeli a fővárosban a devet, szóval ez hasznos. Tribal-re mit vesztünk? Night effectiveness, loot capacity, vassal opinion, man at times maintenance. Ja, azt mondjuk, azt mondtam, nem volt aktív, szóval ez tök mindegy. Ez a consular opinion, ez se rossz egyébként. Ez a tyranny game minus 20%, ez fölösleges. Úgyhogy legyen az administratív. A nyelv az marad, és akkor ráköltjük a ráköltani valót. Most már tényleg alig maradt pénzem. De az a jó hír, hogy most már elkezdhetek építkezni. Amit ugye eddig nem tudtam megtenni. Jelentősen. Vagyis, oké, technikailag meg tudtam tenni. Itt a Grand Templomot megépítjük. Inkább csak nem akartam megtenni. De végül is építkeztem, szóval még ez sem teljesen pontos. De építkezzünk még jobban tovább. Inkább csak az, hogy ott elértük a maxot. Az építkezéseknél. Kettőpestre Hill Farm. Oké, okay, Hill Farm, az jó lesz. És akkor szépen megy fölfelé a Court Grandeur. Egyelőre mindenki viszonylag chill. Viszonylag. Nekik annyira nem tetszett, nem tetszik sok minden, de igazából tetszik nekik, csak olyan elégedetlenkedőek, de nagyon nagy para nincsen. Egy kis pénzt oda dobunk, akkor már is jobb lesz. Mi azon beszélünk, hogy kell kiejteni azt a szót, amit most nem fogok. És te ki vagy? A kuzinom és a barátom. Engem aztán nem érdekel, mit gondol a kuzinom és a barátom. Descriptivist. Előíró. Tehát most itt, ha okoskodok, hogy kell kiejteni, akkor 5 évig kapok egy olyan trétet, ami miatt jobb lesz a diplomáciám, de rosszabb a learningem. Nem, a descriptivista az pont nem az. Az a leíró. Bocsi, nem a meghatározó. De ez fura. Mert viszont meghatározzuk. Descriptivist, inscriptivist. Jó, mindegy. A lényeg, hogy a stress csökkentés az jobb lenne. Attraction opinion minus 5. Legyen ez. Mókás kis trétnek tűnik a maga módján. Ó, viszont tudja, hogy elveszettem Casus Bellit. De szerencsére pont a személyeket előttem. Szóval... nem gáz. Mert a Holy War megmaradt. A másikat meg ugye előttem már itt Malinál. Majd Núbiát kell mondjuk így a Holy War-ral neki menni. Az más kérdés, hogy így már azért nem annyira erős a seregem. És lehet, hogy itt tényleg az a jó taktika, meg az lett volna a taktika, hogy hagyom, hogy tehát mindent elfoglalunk, és utána feudalizálódni. Szinte biztos, hogy ez lenne a jó taktika, de... most mi így játszunk. Majd ti okosabbak lesztek ezzel kapcsolatban.
főleg, hogyha nem sikerül, akkor lesz ez igazán értékes lecke. A barátom lett a mágrebi királya, micsoda nagy barátaim lettek én nekem itten. Na és mi a helyzet így most a törvényekkel? Hát az van, hogy nem tudok törvényt váltani, mert még mindig azért kulturálisan, technológiailag nem állunk túl magas fokon. Majd az Early Medieval-be kéne átpattani. 14 év múlva át is tudunk menni, de szerintem nem lesz elég idő, hogy még a Hereditary Rule-t kikutassam. Még ha 14 év múlva át is megyünk. Egyébként emiatt érdemes volt talán átmenni már most a feudalizálásban, mert addig a tribe-ben vagyunk lokkolva, és nem tudjuk megszerezni ezeket a technológiákat. Tehát idő után így is úgy is át kellett volna menni. Ez a Quilted Armor, a Mott, a Bannus, szerencsére most ezeket még igenis kell fejleszteni ahhoz, hogy teljes legyen. Tehát ezeket ki kell fejleszteni, és ugye nem az van, hogy már mindent kifejlesztettünk, és még úgy kell 14 évet várni, hanem már nem fejleszthetünk még ki mindent, és majd amikorra már oda jutunk, hogy készen állunk, hogy a következő korból fejleszünk, akkor már lehet majd a következő korból fejleszteni, mert addigra megnyílik. A spiritekhez én már nem merek fordulni, mert legutóbb is jól elbántak velem, úgyhogy no thank you. Viszont akkor ennyi volt ez a mai epizód, köszönöm szépen a figyelmet. A következő részben... hát lassan el kell indítani majd az új legendát. Majd eldönteni, hogy melyik jó ezek közül. Ez egy legitimizáló legenda, ez egy szent legenda, talán a szent legenda, mert az ad nekem ilyen fantasztikus dolgokat, mint... ó, nem, olyat pont nem ad, amit szeretnék. Oké. Tök mindegy. Akkor majd eldöntöm, hogyha eldöntöm. Köszönöm a figyelmet, ennyi voltam mára, találkozunk legközelebb. Sziasztok!